Sziasztok srácok, én Krisztián vagyok, és ebben a videóban jöjjön a SimCity-ből egy újabb részt. Na hát akkor vágjunk is bele, ha jól emlékszem, az előző részt ott hagytam abba, hogy egy kohászati üzemet akartam lehelyezni, de még nem volt rá pénzem. Igen, 200 ezerbe kerül, most jelenleg 130 ezerünk van, tehát akkor még egy kicsit várni kell. Na itt mi a probléma? Nincs elég vásárló, nagyszerű. Hoppá, ott volt lerombolni való ház, igaz? Aha, van ott egy. Miért? Mi van? Túl sok a baci, jó. És neked? Elfogyott a pénzed, igen? Ilyen kis helyen élsz? Oké. Akkor te innen kiköltöző. Jó? Szia! Te ide vissza se költözöl. Mehetsz másik városba, szia! Azon gondolkozok, kéne parkokat letennem, hogy még nagyobbak legyenek az épületek. Park? Természet. Ez a legjobb. Ez olyan nagyot betakar, illetve tök kicsi helyet elfoglal. Jó, hát hosszú. Hova tegyem? Hova kéne letenni? Mondjuk. Á, de jó lenne oda betenni. Figyeld, itt megépül egy ház. Még le se tettem, de már épül egy nagyobb ház. Az ott jó. Jó, sehova se teszem le. Majd épülgetek. Hát vannak itt végül is parkok, tehát. Tűz? Na, itt viszont nem biztos, hogy van park. Van itt park hátul? Nincs. Tehát akkor oda egy park. Oda egy park. Meg oda egy park. Nagyszerű. Hogy állnak az embereim? 77% népszerűség. Nem olyan rossz. 120 tonna per nap. 103, az már nem olyan. Jó, hát... Tegyünk le még boltokat, vagy ne? Nem túl egészséges a környék. Nagyon nagy haszon. Jó minden, jó minden. Ha nincs elég vásárló Krisztián, akkor embereket kéne még letenned, nem boltokat. Hát de miért nincs elég vásárló? Hát tök sok épületem van már. Végig nyomassam ezt a sort szerintetek? Végig nyomatom, és ha majd a későbbiekben kell, akkor meg lerombolom őket. Tessék, meg van oldva. Ne, ne, nincs áram. Fú, de utálom ezt a... az egészet, ezt a szélerőművet. Undorító, akkora helyet, le is rombolom. Egyszerűen akkora helyet foglal. Egyik városomban most kipróbáltam ezt a széntüzelésű erőművet, és tetszett. Lehet ezt le is rakom mindjárt, az lesz, le is rakom. Ennek a helyére ráadásul. Fogom, ennek nyomok egy delete-et, de várj, el csak állítsuk le az időt. Ezt már el is dozeroltatom. És jöhet ez. Mondom azt is! Jó, nagyszerű, és akkor... Hova fogom letenni? Ide le is teszem. Leteszek mellé egy ilyet. Egy... Ilyen. Ilyen is kell? Nem, hát ilyen kell, csak hülye. Várj, annyi nem is biztos, hogy kell, hát feleslegbe megyek, hát akkor meg minek tennék le többet? Na tessék, ennyi! Indulhatunk is. És már is van áram, mert sokkal jobb és sokkal kevesebb helyet foglal. Nem olyan brutálisan sokat, mint a másik egyszerűen, azt annyira utálom, de az elején mindig azt kellett tenni. Ez milyen jó lenne, ha ez az út így egyenesen jönne, nem így. Húzzam így egybe? Ha ezt ide kihúzom, itt egybe tudom húzni? Ott nem tudod, ott se. Ott valahol egybe tudtad. Ott, na! Na hol? Nem. Jó igazándivó, ezt itt nem is akartam így kihúzni. Mert nem tudom, hogy itt hátul hogy fog elférni. Várjunk, ezt nézzük meg. Még egyet hozzá tudok tenni, és azt akár oda is hozzátehetem. Jó, rendben.
Akkor ezt viszont itt egybe is húzhatom. Tessék. Jó, lehet, hogy kicsit fel, de meg nem olyan szép, de... De jó lesz. Sérülés történt. Hát akkor szépen átgyalogolsz a kórházba. Ott a kórház. Van lerombolni valóház? Van. Egy. Elfogyott a pénz. Költözöl el szépen másik városba te is. Szia. Jó, és mivel már lassacskán van, megvan a... Sőt, már meg is van a 200 ezrünk. Így akár le is tehetném a kohászati üzemet. Itt viszont kéne egy ilyet letennem. Hú, de jó, hogy arra fújja a szél. De jó! Azt ott leromboljuk. Veszünk be helyette egy újat. És már mehet is a dolog. Nézegetem, hogy melyik ház hogy áll, de úgy tűnik, hogy minden jó. Következő, amikor a városházat tudom fejleszteni, az 30 ezer lakosnál lesz. Tehát az is nem soká elkövetkezik. Elkövetkezik, ez értelmes szó volt? Szerintem nem. Na hát akkor fejlesztjük is a kohászati részleget. Mérnöki részleg, kereskedelmi részleg. Na, mindenképpen a kohászati teszem le, mert olyanom még nem volt. Csett. Jó. Kohászati üzemépítése. Ez az! Hol van? Itt van-e? Megint mi bajod van? Nincs elég vásárló. Hát de letettem annyit, mint az állat. Hát nézzétek meg, mert most is mennyi házat letettem. Még szeretné? Ezt a részt... Jó, mondjuk oké, ezt a részt akkor megfogom. Ide húzok még egyet. Nem húzok oda még egyet. Oda. Jó. Megfogom szépen. Embereket teszek bele. És már jó is. Oda rakunk középre egy jó nagy parkot. Egy ilyet mondjuk. Az ott jó. Az ott nagyon is jó. Mi a baj az iskolánál? Ja nem az iskolában van baj, hanem dugók vannak. Tegyünk le egy buszgarást is. Igazándiból nem tudom, hogy hova kéne. Ha oda le lehetne, de jó lenne. De nem lehet. Miért van ilyen sokáig sötét? Ott a hold. Wow. Menjünk a holdhoz. Hol a hold? Nem mondod, hogy elment. Elment. Na mindegy. Mondjuk oda le is teszem. Valahova oda. Fejlesztjük szépen. Egy. Kettő. Három. Négy. Az idő meg közben lassan megy. Öt. Na. Ja, hogy ez ennyire drága és ennyire elment a pénzem? Aha. Jó, én ezt nem is tudtam. Én ezt nem is mertem volna gondolni, hogy ennyire rosszul állok pénzzel. Na, legyen már 7000-em. Hát nem hiszem el. Telinyomkodjuk itt az egészet. Ide is szépen. Oda mondjuk felesleges volt. Nem tudom, hogy az ilyen helyekre kellhet? Várja, az lerombolni kell? Munkásokra van szükség. Hát tényleg, hát vásárló is kell, munkás is kell. Hát iszonyatos, hát de miért? Hát 32 000-en vagyunk. Jó, rendben. És akkor ide is szépen telinyomkodom vele az egész várost. És villog is ott lent a polgármesteri hivatal, hogy fejleszthetem majd mindjárt. Zöld mindenhol. Nagyjából zöld mindenhol. Még ide kéne. Jó. Illetve fejlesztük még az utolsó buszt. És le lehet tenni parkolót. Mondjuk azt leteszünk ide egy parkolót.
Na hát akkor fejlesztük is a városházát. Tárárárá, fejlesztettük, igen. És most mit tegyünk vajon hozzá? Ezt már most látom, hogy ez az út nagyon rossz helyen vagy. Ez nagyon rossz itt. Nem is értem, hogy miért építettem oda. És ahogy látom, van sinünk. Azaz, ide le lehetne tenni majd egy megállót. Illetve időközben tudok letenni középiskolát. Itt a középiskola, ami 60 ezer! Az nagyon sok. Közlekedési, turisztikai. Igazándiból ezt a közbiztonsági hivatalt még nem szeretném letenni, mivel nem tudom ezt használni, mert egyszerűen ha kimaxolom, annyira sokat visz, szinte fejenként levisz a három épület ilyen tízezreket. Vagy még talán többet. A közlekedést fogom fejleszteni. Arra ráteszem, és akkor semmi csak kellett lerombolnom. Kevés a vízünk. Miért? Igen, hiányban vagyunk, de tudom is fejleszteni a vízművet. Tehát. Sőt, veszünk is fel kötvényt, ha tudok. Ha tudok is felvenni kötvényt. Nagyszerű. És akkor ide... Júj, júj! Inkább valahova ide kéne. Hova? Hát tök kevés ott a hely. Pedig valahova oda kell, Krisztián. Itt mennyire jó lenne ezen a helyen. De ha oda leteszem, akkor a hátsó felére nem tudok semmit tenni. Jobb és bal oldalra tudok szerintetek tenni? Mindegy, kiderül. Mindjárt megnézzük. Nincs elég pénzem. Aha, jó. Aha, ezt itt kár volt letennem, mert igazándiból ide kellett volna pakolnom őket. Nem baj, tudok az oldalára tenni. És bízok benne, hogy többet is. Na még egyet leteszek oda. Nem oda kellett volna? De jó, nagyon jó. Jó, ez így jó lesz. És akkor ezeket a kis víztornyokat akár ki is rombolhatnám. Lebuldozerelem. 1, 2, 3, 4, 5. Van egy ház, amit le kéne rombolnom. Miért? Mi a baj? De túl sok a baktérium. Hát elmészte a... Ne? Hol van még víztorony ott a... Ott is egy lerombolni valóház. Itt is! Nincs víz! Idióta. ezer lakos. Közeledünk, közeledünk, azt kell, hogy mondjam. Mit szerettem volna megnézni? Hú, mit csináltunk eddig? Ja, a víztornyunk. Több nincs. Na szóval. Jó. Ó, ez itt nagyon menő. De miért ilyen hülyére sikerült az az út? Hát ott lemegy egy gödörbe és onnan megy fel. Há? Oda tök jó lenne, ha tudnék építkezni, de miért nem tudok? Jó, hát hegyen van, vagyis hát ott jön le egy híd, de akkor is. Ebben a részben nem igen foglalkoztam a szénbányával ilyen, meg az ilyen smikkel, de igazándiból, ha jól látom, nem is nagyon kell. Munkásokra van szükség. Hát te hülye vagy! Fejlesztem az utakat. Szerintem minden út maxon van, vagy nem? Nem. Kösz, hogy szóltál. Tessék, rámegyek egy épületre, és ad egy tök jó tippet, hogy mit kéne csinálnom. Sőt, ezt is tudom. Wow, mindent tudok. Aj, akkor majd ezeket ezek meg fel vannak fejlesztve, igaz? Aha, mert itt a egyből jobbat tettem le. Jól van.
Nincs elég vásárló. Rajta vagyok! Aggottok a bűnözés miatt? Hát nem kéne aggódni érte. Nagyon nem kéne érte aggódni. Srácok, most azon gondolkozok, ha ide leteszek egy vonatállomást, akkor... mindjárt mondom. Hol van a vonat? Ha ezt ide letenném, akkor mennének az emberek innen el. Mármint úgy értem, hogy mivel neki itt a vége. Jó, ez te. Na, mindjárt kiderül. Ezeket lerombolom is. Átalakítom kicsit a környéket. Aha, ott a vonat. Jó ez. Jó lesz ez. Ezeket így cseh. Le is rombolom. És akkor valahogy úgy le kéne oda tenni, hogy el is férjen. Hát... Az utat le kell ott szednem. Nem, ennyire nem. De, le kell. Jó, és akkor így most már van helyünk, és akkor elméletileg ide le fogom tudni tenni. Azt hogyan kéne úgy oda tennem, hogy engedélyezze? Oké, hát húzok ide egy utat, azt megnézzük, hogyha húzok le oda egy utat, akkor jó-e? Várja, ide húzok egy utat, és... Vajon azt oda engedi letenni? Az úton. De miért nem jó? Hát ott az út. Húzzak akkor egy utat ide is? Az út már túl nagy. Legyen egy kisebb út. Jó, most nézzük meg, hogyha ezzel... Na, mindig rosszra megyek, hát hihetetlen. De miért nem engeded? Pedig az már ott már jött is volna a vonat. Tök jó lett volna. Jó, mindegy, majd későbbiekben megoldom valahogy. Lerombolni való a épület? Nincsen. Ó, mekkora gyár épült, te Jézus Úristen! Na jó, alakulunk. És nézzünk a kohászat itt, hogy akkor, hogy mert elméletileg most már tudom az ilyeneket lerakni. Igaz? Igen, itt van-e. És ezt hova kell letenni, mert mondom, ilyenem még soha az életben nem volt. Várjunk, meg kéne néznem. Jaj. Ugyebár olajom nem volt, mert olyan is tök jó lenne. Nem volt. Raktárt még nem tudok. Procit még nem tudok gyártani. Egyik videómban, egyik városomban tettem le egy kaszinót, az elején tök jól termett. Nagyon jó volt. Na jó. Nézzük, hogy a környék, ugye... Ja, hülye vagyok, nem arra akartam menni, mert nincsen atomerőművem. Hú, az egyik városomban felrobbant az atomerőmű, nagyon jó volt. Nem, igazándiban nem volt nagyon jó. Képzeljétek-e, mondjuk itt van az egész város, és ilyen sugárzás, de körülbelül az egész városon átment, és talán egy ilyen nagyon kicsi rész megúszta a sugárzást. Egy ennyi, és nagyon brutál volt. Az a város már teljesen rossz volt így. Nem tudtam semmit csinálni, mert folyamatosan meghalt mindenki. Tehát nagyon jó volt. Nincs elég vásárló. Majd lesz. Erre még húzogassunk utakat. Oké. Jöhetnek a lakosok, és szerintem haladtunk ebbe a részben is. Hát igazándiból a lakosság létszámával nem nagyon vagyok megelégedve, lehet, hogy majd több parkra lenne szükségünk. Na mindegy, srácok, ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!